dolgoztam itt a PMFC-nél, az Illés Akadémián, Újpesten egy viszonylag hosszabb etapot, és a Vasasnál, illetve Lentibe kezdtem az edzői karriermet még annak idején. Én a Kozár Michelinhez azért csatlakoztam, mert a vezetők kérésére leültünk párszor beszélgetni, és hát hogy is fogalmazzak, az elképzelések azok elég hamar találkoztak, az, hogy a klub mit szeretné, illetve az én edzői filozófiám, az azt gondolom, hogy nagyjából találkozott a megbeszélések során, és így viszonylag hamar megállapodás született.